Tömegcikkek áradata mellett ma újra igény mutatkozik a kézzel készített egyéni tárgyakra, a kézművesség ma hál' Istennek újra divattá vált. E hasznos időtöltés boldogsággal és örömmel tölti el alkotóját és annak szemlélőjét is. Jó átélni, érezni, hogy mire vagyunk képesek, jó látni, hogy munkánk másoknak is elnyeri tetszését, a munkánkba sűrítő idő, energia átadódik környezetére tovább sugárzódik. Fontos kiemelni a kézművesség nevelő hatását is. Ezzel jó példát tudunk mutatni a gyerekeinknek, ugyanis az iskolai tananyagban már régóta nincs kézi munkaóra. A múlt század elején a faluban, városokon egyaránt az elemiskolás lányoknak még külön tantár volt a kézimunkázás. Úgy gondolták, hogy ezt tudnia kell mindenkinek, enélkül nem lehet és nem is szabad élni, sőt félhezni egyáltalán nem lehetett. És jól gondolták, mára oda jutottunk, hogy egy átlagos felnőtt számára egy gomb felvarrása is már gyakran megoldhatatlan feladat. Hiányzik a türelem, a kitartás, és persze hozzá az idő, a szabadidő. Igen. A kevés szabadidő hasznos eltöltésére számtalan lehetőség adódik ma. Boldog ember, aki ráérez a teremtés és az alkotás ízére. Az elmúlt évtizedekben minden eddiginél változatosabb anyagok, technikák jelentek meg, napjainkban és a múlt értékein folyamatosan képes megújulni